értékmutató. Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez itt a Koktélbár második májusi kiadása, és benne természetesen a sztárok egy exkluzív interjúval, utána pedig egy koncert a Total Dance Festival. Tulajdonképpen mindenkit felsorakoztat, aki ma számít a dance, a house és a techno zenében. Most először koncentráljunk a sztárokra, egy olyan együttessel készítettük az interjút, mert nem sokára fellép Magyarországon, maskarában, azaz sminkben vannak, nem másról van szó, mint Gene Simmonsról, Pizza Crissről és Paul Stanleyről, azaz a Kiss együttesről. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Gene, a másik alapító taggal, Paul-lal, én úgy tudom, hogy már majdnem 30 éve, hogy először találkoztatok. Ez 68-ban volt, ugye? Nem. Ha jól emlékszem, Paul-lal 1970-ben találkoztam először. Pontosan, Paul-lal 1970-ben, 71 derekán találkoztunk. És egyből barátok lettetek? Semmi gond nem volt Paul-lal. Szimpatikus volt, és persze magamat is nagyon szerettem. Paul-nak viszont én nem tetszettem. Úgy érezte ugyanis, hogy el vagyok telve magamtól. Azt gondolta, hogy én vagyok Isten ajándéka az emberiségnek. Még ma is az. Nem is értem, hogy ezt akkoriban miért nem vette észre. Egyébként rendes, kedves rác. Csak azt gondolta rólam, jobban teszi, ha békén hagy. Az első közös zenekarotok a Wicked Lester volt? A Wicked Lester Paul zenekara volt. Paulé? Nem, te nem voltál benne? Paul, én és még hárman. Ez a banda aztán igen gyorsan feloszlott. Mi az, ami nem működött? Mit akartál megváltoztatni, amiért végül egy új zenekart alapítottatok? A legizgalmasabb zenekart akartuk létrehozni, mely valaha színpadra lépett. Olyan zenekart szerettünk volna, amilyet még mi sem láttunk soha színpadon. Mindannyian úgy nőttünk fel, hogy a kedvenc zenekarainkat élőben is megnézhettük, de ők sem csináltak semmit. Csak álltak a színpadon, és pengették a gitárjaikat. Nem csináltak semmi más, nem történt semmi izgalmas. Csak ott álltak, egy lámpa égett, nem történt semmi. Ilyenkor az ember csalódottan megy haza, és nem rajong értük többé. Mit gondolsz erről, Peter? Pontosan így van. Amikor fiatalok voltunk, mindannyian megőrültünk a New York Doorsért és a többi kiváló New Yorki bandáért. Egyszer megnéztem a Vagrants nevű zenekart. Ők minden koncertjükön felrobbantották a nagy dobot. Teljesen lenyűgözött. Mindenkinek elmeséltem, hogy láttam egy zenekart, amelyben felrobbantották a nagy dobot. Magamban viszont arra gondoltam, ha nekem lesz egyszer egy bandám, nem elégszem meg azzal, hogy csak a nagy dobot robbantsuk fel. Akkor robbanjon fel minden. Többet akartam ennél, mindig többre vágytam. Amikor találkoztam a többiekkel, tudtam, hogy ők sem elégednének meg csak a nagy dobbal. Milyen körülmények között éltél, amikor csatlakoztál a Kisshez? Azért kérdezem, mert úgy tudom, a Rolling Stone című magazinban a következő hirdetést jelentetted meg. Bármit megteszek, hogy befussuk. Dobos megtenne bármit, hogy befussuk. Igen, ez igaz. Akkoriban egy jazz nevű zenekarban játszottam, és a Deccánál megjelent egy lemezünk. Semmire nem vittük, de ez volt az első lemezem. Akkor jelent meg ez a hirdetés. Soha nem felejtem el. Gene már vagy ezerszer hallotta, de jó sztori. Épp egy házi buli volt nálam, akkor még Brooklynban éltem első feleségemmel. Szóval nagy buli volt, sokan felhívtak a hirdetés miatt, de semmi nem fogott meg. Egyszer csak felhívott Gene, és a következőket mondta. Hello, Gene Simmons vagyok. Feltennék néhány kérdést. Mondtam, hogy ne, mit szeretnél tudni? Sovány vagy? Igen. Hosszú a hajad? Igen. Van szakállad? Nincsen. Mióta játszol már? Hajlandó vagy kiöltözni? Hajlandó vagy magad is felrobbantani? Olyan kérdéseket tett fel, amelyet a világon senki más nem mert volna feltenni. Senki nem volt olyan őszinte, hogy megkérdezze, hogy valóban mindenre hajlandó vagy-e. Nagy különbség, ha valaki csak azt mondja, hogy mire vagy hajlandó, vagy tényleg hajlandó mindenre. Én tényleg hajlandó voltam, így hát összejöttünk. Óriási volt attól a pillanattól kezdve, hogy találkoztunk. Éreztük, hogy egyformán gondolkozunk. Belevágtunk, és azzal kezdetét vette a varázslat. De tudod, amikor feltettem azokat a kérdéseket,
Még fogalmam sem volt, hogy mit akarunk valójában. Nem voltak terveim. De az alapgondolat ugyanaz volt, mint a tengerészgyalogosoknál. Néhány bátor férfi mindenre képes. Ha összeáll négy srác, akkor is, ha nincs semmi elképzelésük, viszont kalandvágyúak, és nem engedik, hogy bármi megállítsa őket, nagyon nagy dolgokra képesek. Eleinte nem tisztáztuk le, hogy ki akarunk öltözni, hogy nem hordunk bajuszt vagy szakált. A kérdés az volt, hogy van-e valami, amit nem tennél meg, hogy a legjobb zenekar tagja lehess. Ha ugyanis van olyan, amit nem tenne meg, akkor nem illik közénk. Még akkor is, ha jó zenész. Ez az, ami megfogott. A házi bulin mindenkitől azt kérdeztem, ez a srác őrült vagy zseni? Hiszen ilyen dolgokat kérdezett tőle. Senkivel nem beszéltem ilyen őszintén. És a mai napig őszinték vagyunk egymáshoz. Valóban, igen. A negyedik tagot, Ace Frehley-t pedig egy meghallgatáson fedeztétek fel. Ő hogyan illett bele ebbe a társaságba? Ő pedig a Village Voice-ban hirdetett, nem? Nem, amikor még trió formációban játszottunk, mi adtunk fel egy hirdetést a Voice-ban. Eleinte még trióban játszottunk, és az első kis dalokat gyakoroltuk. Hol egyszerre ritmusgitározott és szólózott. Tulajdonképpen olyan felállásban játszottunk, mint a Grand Funk Railroad vagy Jimi Hendrix. Úgy döntöttünk, hogy a dalainknak, mint például a Juice vagy a Black Diamond, szükségünk lenne még egy gitárra. Ezért egy helyi New York lakban, a Village Voice-ban feladtunk egy hirdetést. Zenekar villámkezű gitárost keres, lusták, kivéljenek. Rengeteg gitárost meghallgattunk már, egyszer csak besétál egy fickó, egyik lábán egy piros, a másikon egy narancssárga edzőcipő. És más színű zoknival. Igen, úgy nézett ki, mintha egy másik bolygóról érkezett volna. Biztos így is volt. Amikor besétált, valaki éppen játszott. Bob Kulik. Igen. És bejön, félrelök ki a srácot, bedugja a gitárját ugyanabba az erősítőbe, és... Paf! Egymásra néztünk, és nem akartuk elhinni, hogy van ilyen. Rögtön tudtátok, hogy ő az? Azt hiszem, igen. Azt hittük, hogy van egy durva fickó, vagy tényleg egy másik bolygóról jött. Rájöttünk, hogy ő ilyen. Most éppen itt vagyunk Magyarországon, és ő nem érkezett. Egy másik bolygón van. Valahol máshol jár. Mondott, hogy Ace egy másik bolygóról származik. Visszaemlékszem a tinédzser koromra. Óriási kiszorongó voltam, és német tini magazinokban olvastam a zenekarról. Ezek az újságok tényleg el akarták hitetni velünk, hogy Peter, te igazából egy macska ember vagy, hogy te, Gene, egy horrorfigura, és hogy Ace valóban egy másik bolygóról származik. Ti is azt akartátok, hogy a gyerekek elhiggyék, hogy nem vagytok emberszármazásúak? Nem. Ezek a karakterek a személyiségünket hangsúlyozzák ki. Ahogy most itt ülünk és beszélgetünk, nem nagyon különbözünk mondjuk egy boxolótól. Ha Mike Tyson most hasonló módon beszélgetne veled, utána neki is elérkezne az idő, hogy felvegye a sortját, a boxkesztyűjét, és amikor ringbe száll, megváltozik a személyisége. Akkor ölni tudna. Mi is ilyenek vagyunk. Most itt beszélgetünk veled, de amikor kimegyünk a színpadra, ölni tudnánk. Ez nem álca. Ilyenek vagyunk. Úgy öltözködünk, ahogy érzünk. Ha mondjuk Paul sminkjét hordanám, rubinvörös szájjal és tupírozott hajjal, nem lennék meggyőző. És ha Paul hordaná ezt, az épp olyan rossz volna. Ma rengetegen megkérdezték tőlem, hogy például miért hordok ilyen kesztyűt, de és így tovább.
Erre csak azt tudom mondani, gyertek el és nézzétek meg a koncertet. Én akkor vagyok a legjobb formában, amikor dobolhatok, énekelhetek. Együtt játszhatok Jimmel, Poole-al és Ace-szel. Ilyenkor vagyok a legboldogabb. Ez az én templomom, és szeretném, ha sokan betérnének hozzá. Jim egyszer egy érdekes dolgot mondott nekem a kritikusokról. Nem kell hozzá diploma, nem kell iskolai végzettség, hogy valakiből kritikus lehessen. Egyszer egy kritikus elmegy egy koncertre, még nem is fizet érte, ingyen jegyet kap, utána pedig jól lehúzza a koncertet. Sokszor előfordult már ilyesmi. Azt senki sem írja, hogy 30 000 ember tombol, két órára elfelejtik az élet gondjait, és a világ tetején érzik magukat. Mi ezért vagyunk. Egy jó rock'n'roll zenekar vagyunk, és nagyon szeretünk színpadon játszani, nagyon élvezzük. Ennyi az egész, nincs ebben semmi titok, semmi titokzatosság. Egyszerűen szeretünk játszani. Én legalábbis szeretek ezekkel a srácokkal. Paul, amikor Ginnel az első találkozásotokról beszélgettünk, azt mondta, hogy te tiszta őrültnek tartottad. Nem tartottam őrültnek, arrogáns volt. Egyáltalán nem volt őrült, csak nagyon öntett. Ez viszont engem teljesen hidegen hagyott. De egyáltalán nem tartottam őrültnek. És mi kellett ahhoz, hogy ez a kapcsolat végül barátsággá fejlődjön? Azt hiszem az, hogy láttuk, hogy a vágyaink és céljaink egyformák voltak. Igazából ezen alapult a kapcsolatunk. Máson nem is nagyon alapulhatott volna, hiszen szinte semmiben nem hasonlítottunk egymásra, kivéve a munkaerkölcsünket. Mindketten tudtuk, hogy a kemény munkának meg lesz az eredménye. Meg tudnád fogalmazni pontosabban, hogy milyen közös célotok volt a 70-es években? A 70-es években a legnagyobb létező zenekar akartunk lenni. Elnézést, de pontosan hol? Az Egyesült Államokban. Az egész világon, bárhol. Nagy zajt akartunk csinálni, és nagy hatást gyakorolni mindenkire. Azt tűztük ki célul, hogy új területeket fedezünk fel. Az előttünk létező nagy zenekarok hagyományaira építve, mint például a Who-ra, a Stones-ra, olyan zenekarokra, akik képesek voltak magukat a színpadon is kellőképpen prezentálni, akik jelenségek voltak, mint például a Beatles. Azt az alapgondolatot, hogyha kiállsz egy színpadra, szórakoztatod is kell, egy lépéssel tovább akartuk fejleszteni. Tudtuk, hogy a zenélésen kívül még más eszközöket is kell használnunk. Ha kiállsz egy színpadra, kötelességet szórakoztatni a közönséget. Az ötlet tehát megvolt. Igen. Volt hozzá pénzetek is? Nem volt. De nem hiszem, hogy a pénzünket kellett volna beleadnunk, hanem a szívünket. Bátorságra és elszántságra volt szükség. Ha eleinte még nem is volt pénzünk, de azért voltak ötleteink, és volt bennünk szenvedély. Nem volt sok eszközünk, de volt egy sminkészletünk. Vartunk ruhákat, és vágytunk valamire. Nincs szükség pénzre. Vágyakra van szükség. A pénz majd később magától jön. Kinek az ötlete volt, hogy kisminkeljétek magatokat? Szinte egyszerre találtuk ki, hogy sminkeljük magunkat. Tényleg nem mondanám, hogy csak egyikünk ötlete lett volna, hogy egy valaki felelős ezért. A négy tagnak közös víziói voltak. Elég sok minden jellemző a Kissre. A smink, a ruhák, természetesen a zenéje, és nem utolsó sorban az emblémája. Ha a Kiss emblémára gondolok, eszembe jut, hogy a zenekarban ugye ketten amerikai zsidók vagytok. Hányszor támadtak benneteket azért, mert a két S betű hasonlít a náci SS feliratra? Ez nagyon érdekes. Legelőször Ace rajzolta meg az emblémát, utána én még finomítottam rajta. Az az embléma, amit ma ismersz, az én munkám, én terveztem. Én mindig meglepődöm, amikor azzal vádolnak bennünket, hogy bármi közünk lenne a náci eszmékhez. Számomra nincs is visszataszítóbb, undorítóbb dolog annál, mint ami a náci uralom alatt történt. Az a gondolat, hogy a mi S betűinknek bármi köze lenne a náci SS-hez, egyszerűen abszurd. És egyben sértő is.
Persze, hogy az, de nem gondolod, hogy az európaiak ebben a témában érzékenyebbek, mint az amerikaiak? Beszéljünk őszintén. Ki lehetne érzékenyebb egy zsidónál? Más szóval, szép és jó, ha az európaiak érzékenyek, de talán pont közülük néhányan felelősek azért, mi történt. Nekem, mint zsidónak, biztosan nem nőne a tekintélyem, hogyha a nácik zászlóvivője lennék. Ezért talán elég, ha annyit mondok, hogy eszünk ágában sincs bármilyen náci vagy neonáci eszmével azonosulni. Csak tudod, nagyon érdekes, hogy néha pont azok a legérzékenyebbek, akik felelősek. Én ezt is tiszteletben tartom. Én, mint zsidó, kijelenthetem, hogy mi semmilyen módon nem kapcsolódunk, és nem azonosulunk a náci eszmékkel. Most pedig beszéljünk a Kiss egy újabb korszakáról. Arról, amikor megváltatok az állarcoktól. A kritikusok ugye nagyon-nagyon sokszor könyörtelenek, főleg akkor, ha csak a benneteket körülvevő dolgokból, a külsőségekből ítélkeznek. Pedig ti igazán kiváló rockzenét játszotok. Lehet, hogy azért mondtatok le az állarcokról, hogy bebizonyítsátok, anélkül is megy? Nagyon-nagyon sok oka volt, hogy végül megváltunk a sminktől. Az egyik az volt, hogy kicserélődtek a tagok körülöttünk, és az új személyiségek sminkkel való kihangsúlyozása egyszerűen értelmét vesztette. Hiszen eleinte négyünk közös ötlete volt, hogy sminkeljük magunkat. Miután ez a négy ember már nem dolgozott együtt, egyre nehezebbé vált, sőt, talán nem is volt hiteles, hogy az új tagok is kifessék magukat. Így aztán előbb-utóbb elhatároztuk, hogy egy sima zenekarként vállaljuk magunkat, és elfelejtjük a sminket, hiszen ez már nem az a zenekar volt. Új tagjai vannak. Tehát nyilván azért hagytuk abba, mert úgy éreztük, hogy már nem tükrözi a személyiségünket. Azért nem, mert már nem azok a tagok vannak együtt, akik kitalálták. Most pedig mi sem természetesebb, mint hogy újból kifessük magunkat. Valóban, hiszen most újra az eredeti felállásban játszotok. Mi történt az eddigi tagokkal? Erikkel és Bruce-szal, ők még mindig tagok? Nem azok. Elhagyták a zenekart, és én meg tudom érteni őket. Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy a mostani turné után visszaáll az előző formáció. De közben olyan hatalmas méreteket öltött ez a turné, hogy Eriknek és Bruce-nak nem volt kedve tétlenül várakozni. A jelenlegi turné időközben egyre hosszabb lett. Nem lehet vitatkozni a rajongókkal a turné hatalmas sikerével. Ameddig kitart, addig folytatjuk. Még nem tudjátok, hogy meddig? Fogalmam sincs, de októberben mindenképpen felveszünk egy új lemezt az eredeti felállásban. Ezt gondolom egy stúdiólemez lesz. Igen. De végül is készíthetnétek egy újabb koncertlemezt, hiszen a Kiss koncertlemezei különösen nagy sikert arattak. Hát igen, de most nem tervezünk ilyesmit. De nyilván erre a turnéra is sokan szívesen emlékeznének egy koncertlemez kapcsán, de már annyi ilyet csináltunk, annyi dalunk jelent meg újabb kiadásban, hogy most eljött az ideje, hogy valami újat csináljunk. Van arról fogalmat, hogy ezen a turnén eddig hány koncertet játszottatok összesen? Hogyne, 170 koncertet adtunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2,1 millió néző látott bennünket. Mivel éritek el, hogy nem csak a közönség, hanem ti is élvezzétek ezeket a koncerteket újra és újra? Minden este egy új koncert. Minden este, amikor kialszanak a fények és elindulunk a színpadra, olyan, mint a legelső koncert, újra meg újra. Hát igen, a közönségnek. Nekünk is, hiszen a koncert hangulata rajtunk épp úgy múlik, mint a közönség. Egy jó közönség olyan magaslatokba repít, ahová másképp nem juthatnánk el. Mi minden este olyan izgalmakat élünk át, mintha egy randevúra mennénk, de nem tudjuk, hogy mi vár ránk.
Mit csináltok, ha túl higgadt a közönség? Ez egy kihívás? Fenékbe rúgjuk őket. De ilyen nem szokott előfordulni. Még nem volt nyugodt közönség. A közönség eddig mindig megőrült attól a pillanattól kezdve, hogy mi felmentünk a színpadra. Vannak persze őrültebbek és kevésbé azok, de a közönségünk mindig lenyűgöző. Mégis úgy gondolom, hogy az a feladatunk, különösen az én feladatom, hogy egy kicsit elvarázsoljuk őket. Hasonlóképp, mint egyes amerikai prédikátorok, akik azt kiáltják, hogy álljatok fel és meggyógyultok. Én is ilyesmire törekszem, egy kicsit el szeretném őket varázsolni. Érdekes hasonlattal éltél. Én is láttam ilyen amerikai prédikátorokat a televízióban, és számomra elég nevetségesek voltak, hiszen nem értettem, hogy ez most show vagy vallás. Igen, neked teljesen igazad van. Amerikában az a probléma, hogy eladják Istent és a vallást, ami lehet vicces, de sértő is. Ezek az emberek viszont kiváló showmenek. De Isten termékként kezelni kimondottan ízléstelen. Viszont ezek az emberek tényleg nagyon jó showmenek, értenek hozzá. Tudják, hogy miképpen kell kezelni egy tömeget, és én is erre törekszem. Idegenvezetőként szeretném elvinni a tömeget egy számukra ismeretlen helyre. Paul, szerinted egy olyan zenekar, mint a Kiss, Európában is létrejöhetett volna, vagy ez kimondottan egy amerikai jelenség? Szerintem univerzálisak vagyunk, de Amerikából terjeszkedünk, hiszen mindannyian amerikaiak vagyunk. Érdekes módon szüleink és nagyszüleink mindannyian Európából származnak. A zenekarban majdnem mindenki első generációs amerikai. Kiss has often been called the band. Thank you.